A pedagógusok és a gyógypedagógusok is támogatják a köznevelési törvény, a közelmúltban elfogadott, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekeket érintő törvény módosítását. A törvény felmentés helyett a tanulók speciális fejlesztését szorgalmazza. A törvény mellett és a törvény ellen is felszólaltak, mit mond a szakma, Gavallér Andrea a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét. A pedagógiai szakszolgálat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója. Nos, meglehetősen nagy és sok visszhangot kapott ez a téma, és néhány félreértés is övezte ezt a törvénymódosítást. Mi volt elsősorban az, amit félreértettek? Köszönöm a meghívást, mert úgy gondoljuk a szakma nevében is, hogy valóban fontos lenne helyre tenni ezt a napjainkban megjelenő törvénymódosítást, mert hogy úgy tűnik, hogy kicsit szakmaiatlan álláspontok jelentek meg a médiában, illetve félreértelmezték akik írták ezeket a véleményeket és cikkeket. Két nagyon fontos dolgot, az egyik, amit az előbb ugye említett, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehezítettséggel, az úgynevezett BTMN diagnózissal rendelkező tanulókat, és nagyon fontos lenne ettől elkülöníteni a sajátos nevelési igényű tanulókat, ahova többek között a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, részképességzavarral, tanulási zavarral rendelkező gyerekek is tartoznak. Mert hogy a törvény csak az egyik csoportra vonatkozik, így van, melyikre? Így van, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehezítettséggel rendelkező tanulókra. De a másik csoportba tartozó diákok vagy gyerekek is kaphattak eddig felmentést. Mármint a sajátos nevelés igény. Ez okozhatta az űrzavart egy picit. Így van, és azt gondolom, hogy ők továbbra is megkapják a mentesítést az értékelés alól. És tulajdonképpen azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy a törvény, vagy a törvénymódosítás az egy hosszú távú intézkedési tervet tartalmaz, tulajdonképpen 2030-ig fogják kivezetni a most jelenleg érvényben lévő rendszert, tehát erre az átmenetre még van idő és lehetőség bőven. Így van. Hogy fog ez történni a gyakorlatban? Tehát az igazsághoz ez hozzá tartozik, hogy körülbelül másfél-két éve már elkezdődött ennek a témának a körüljárása is, a szakma megkérdezése, a vélemények feltérképezése. Többek között ugye a logopédus munkaközösségek, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, és például tőlünk is a megyében az összes gyógypedagógus, logopédus és fejlesztő pedagógus kollega véleményét kikértük az ügyben, hogy maradjon-e ez a felmentés és mentesség a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel rendelkező gyerekeknél, vagy pedig hogyan látják, ennek milyen előnye van, milyen hátránya. Tehát ez egy elég régről induló problémafeltárás volt. Két úton indult el végül is a kormányzat. Azt gondolom, hogy az egyik az, hogy először megtörténjen-e ennek a kivezetése, és azt követően egy valóban ilyen hosszabb távú intézkedési terv elindítása, vagy először történjenek meg az intézkedések, és azt követően történjen meg a teljes kivezetés. A jelen állapot az az, hogy magát a BTMN kategóriát, ami igazság szerint az európai országok nagy részében nem is létezik, tehát ez egy ilyen magyar sajátosságként létrehozott kategória. Tehát, hogy ennek a teljes kivezetése az egy lassú folyamat, folyamatos. A mentességek megszüntetése, a felmentések, azok most megtörténnek, és ezzel párhuzamosan egy hosszabb távú intézkedési terv, ami érinti azt, hogy az iskolákban fejlesztő pedagógusoknak a nagyobb létszámban való megjelenése, a pedagógusok olyan szintű speciális tudásának a növelése, ami továbbképzések keretében kimondottan ennek a rétegnek a probléma kezelését szolgálja. Tehát, hogy itt egy nagyon sok rétű, a gyógypedagógusok, pedagógusok nagyobb mértékű és színvonalasabb együttműködése, tehát itt sorolhatnám, hogy milyen intézkedések szükségesek, és ezek meg is fognak történni. Hogyan néz
nézett ez ki a mindennapok szintjén? Tehát egy olyan gyerek, aki tanulási vagy magatartási nehézséggel, beilleszkedési nehézséggel küzdött, tantárgyakból volt felmentve, vagy mire gondoljunk, hogyan működött, vagy hogyan működtek az ők mindennapjaik? Igen, tehát ahogy mondtam, hogy fontos megkülönböztetni a sajátos nevelés igényű tanulási zavarral rendelkező gyerekektől, itt ugye tanulási nehezítettségről van szó. Tehát itt is megjelenik az, hogy az írás, olvasás, számolásban ő lassabb ütemben halad, lassabb ütemű a fejlődése, viszont mindenképpen fontos megkülönböztetni a sajátos nevelés igényű gyerekektől, hogy ott van egy olyan organikus háttér, ami úgy tűnik, hogy egy maradandó állapotot hoz létre. Itt pedig nincs organikus háttér, itt ami oki tényezőként szerepet szokott játszani, hogy nem egyenlő mértékű a gyermek egyes részterületének a fejlődése, kicsit lassabb ütemű, vagy nem olyan családi háttér áll mögötte, tehát például nincs, aki otthon gyakoroljon vele, vagy ő motiválatlan, és gyakran hangzik el a szülőktől, hogy reggel úgy megy iskolába, hogy ki sem pakolta a táskáját. Tehát itt sorolhatnánk, ugye, de látjuk, hogy ezek a gyerekek képesek fejlődni. Ebben az intézkedési csomagban benne van-e tehát az a módszertan, vagy azok a technikai személyi és mindenféle hátterek, feltételek, ami lehetővé teszi azt, hogy speciális fejlesztést kapjanak, vagy egyéni fejlesztést, ugye itt csinyán kell bánni a két területtel, mert hát ahhoz még nagyobb infrastruktúra kellene, hogy személyre szabott fejlesztést kapjanak a tanulók. Nem is feltétlenül szükséges személyre szabott fejlesztés. A sajátos nevelés igényű gyerekeknél ott vannak olyan problémák, ugye, és olyan területek, ahol csak egyénileg lehet egy gyermekkel foglalkozni. Fontos, hogy velük gyógypedagógus foglalkozik. A beilleszkedési tanulási nehezítettséggel rendelkező gyerekeknél fejlesztő pedagógus, de hozzá kell tennünk, hogy egyébként pedig maga a pedagógus mesterséghez is hozzá tartozik, hogy egyénileg differenciál a pedagógus. Tehát elvileg a többségi pedagógusok is igenis tudnak differenciálni, mert egy átlag osztályban sem egyformák a gyerekek. Tehát ők is elvileg rendelkeznek munkaszervezési formákkal. Így van, így van. Illetve ha belegondolunk, hogy integrálva ott vannak a sajátos nevelés igényű gyerekek, és a hétköznapokban ezek a pedagógusok foglalkoznak velük, csak bizonyos tantárgyak esetén viszi el ugye a gyógypedagógus, és kapja meg azt a fajta speciális megsegítést. Gavalér Andrea, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és tudtuk tisztázni ezt a témát. Nyilván még a részletekbe belemehetnénk, de ez az egész intézkedéscsomag még ki fogja forni magát. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm.